Sziasztok, én Gocsi vagyok, ez pedig a Blackthorn című játék végigjátszásának a 5. része, és itt vagyunk végre Sarlacc erődjében, úgyhogy nincs más dolgunk, mint hogy megkeresni őt és végezni vele. Én csak egy szolga vagyok, azért jött, hogy megments minket, mondja itt a szolga, meg kell találnom Sarlaccot. Igen, ő a legmagasabb toronyban van. Sok szerencsét kívánok. Köszönöm, barátom. Na, akkor menjünk. Kicsit érdekes, ugye? Ups. Na, ez most tényleg nem direkt volt. Csak egy pár napja nem játszottam már ezzel a játékkal, aztán most hirtelen ismételten rossz gombot nyomtam meg. Na mindegy. Amúgy sem lett volna túl jó sorsa. Na nézzük, hogy mik vannak itt. Itt van, itt volt két mocsok, csáp, itt egy puska, itt egy kőszörny, na ezek itt most már szürkék, de igazából pontosan ugyanolyanok, mint az előző részben. Nagyon sok különbség nincsen közöttük, viszont ugye hát igen, ezzel a fegyverrel az elég könnyen ki lehet őket nyírni. Na, megyünk tovább. Ugye ezekben az ajtóban nem szabad belerohanni, mert akkor sebződünk. És akkor mehetünk fölfele. Nézzük, hogy itt van. Így egy köszörnyecske. Igyekszünk gyorsan eltenni őt lábalól. Igen, azért nem lőttem bele többet, mert nem tudtam, hogy mikor fog ismételten visszagurulni. Jaj! Igen. Szerencsére megúsztuk a robbanást, és akkor van arra is egy út, megnézzük, hogy itt mi van. Egy barna ork. Azt hiszem, ilyennel nem találkoztunk még, igazából semmi extra. Pontosan ugyanolyan, mint az összes többi. Sőt, ő még tölt is fegyvert, úgyhogy könnyebb a dolgunk. Hopp. És volt nála egy híd kulcs, ami természetesen oda lesz használatos. Így akkor most már fel tudunk itt menni. Nézzük csak, hogy mik várnak ránk. Húha! Na ott van, itt igazából már az összes ellenfelet szerintem bevonultatják. Igen, ő fú, ez már volt, ő rögtön lő. És ugye egy lövés után lehet bele sorozni. Mert olyan annyi időt hagy a két lövés között, hogy az nekünk bőven elég. És én most átugrottam, de igazából oda föl kéne menni, megkérdezni a jó embert, hogy mit csinál itt. Ó, kaptunk egy firebombot, ez tökéletes. Annak örülünk. És akkor ott van még egy csóka. Úgy is eltesszük lába alól a biztonság kedvéért. Igen, rögtön menedékbe. Vissza. És akkor nyomatjuk. Ez az is volt nála. Egy doppergés, egy firebomb, hát kettő van már belőle, szerintem fel fogjuk használni, bár nem biztos. Igen, ott is egy ork. Király, és ide kell egy heat kulcs, ugye az előző heat kulcsot fel tudjuk használni ide, nyugodt szívvel. Ott van nála valami, gondolom majd a kulcs lesz nála, ami nekünk kell. Úgyhogy nincs más dolgunk, mint hogy lejönni errefele. És hát azt hiszem, hogy innen akár ugorhatunk is oda. Úgy, igen. Jól sejtettem. Átugrunk. És már mehet is a történet.
Hopp, és már itt is vagyunk, úgyhogy ez egy ilyen kis gyors akrobatika volt. Igazából így lehet ide eljutni a legegyszerűbben. De persze elég ideig nyitva hagyta szerintem amúgy is a dolgot, úgyhogy nem kellett nagyon parázni. Meg is van a kulcs. Ezt azért visszarakjuk, mert jól jöhet még. És akkor mehetünk. Mehetünk az ajtóhoz. Igen, itt is nekifutunk. Hogy? Akkor itt meg le. Hogy? Szupi. Oké, ez meg is van, és akkor itt kiválasztjuk a kulcsocskát. Mehetünk fölfele. Ennyi volt a pálya? Á, nem. Nyilván itt még folytatódik a történet. Igen, mindig ez az első mozdulatom. Most jön egy liftes rajtaütés. Legények ugye nagyon lassúak. És olyan nagyon nagy távokat sem kell most megtennünk a lifttel. Úgyhogy ez itt tök jó. Aha, ide kell szintén egy kulcs. Nem volt náluk semmi. Itt sincs semmi, akkor mehetünk tovább. Megnézzük, hogy erre mi van. Aha, két kőszörnyecske, de elég nagy a kifutó. Úgyhogy szerintem ezeket hamar likvidáljuk. Ezáltal... Boing. Boing. Semmi nem volt náluk. Nem is számítottam igazából túl sok mindenre. Itt is egy cikla. Gyerünk már. Véletlenül kijöttem. Jaj. Jó van. És itt egy darazsas Boeing. Na, ebben már nem kellett sok, és akkor itt fel is használhatjuk az egyik firebombot. Hát nem egészen így derveztem, de ez se rossz. Érdekes. Érdekes, hogy a fal lő. Azért lő a fal, mert hát természetesen ott van egy titkos. És a kis orkocska oda bemászott, és hát nem is vettük észre természetesen. Szóval nála volt a kulcs. Nem, itt igen, nála van a kulcs, de közben itt szereztünk egy elixírt is. Szerintem itt más nincsen. Jó, akkor mehetünk tovább. Tehát tök vicces, hogy az ellenfélnek köszönhetően derül fény a titkosra. Úgyhogy köszönjük szépen. Mehetünk tovább. Ja, látjátok, hogy a darazsasnál nem volt darázs. Úgyhogy ezek szerint nem is kell majd használni a pálya során. Illetve, hát de... Vagy várjál? Ki tudjuk onnan lőni? Nem. De miért csak én? Akkor nem volt nála? Vagy csak rosszul néztem? Nem jól láttam? Jaj, bocsánat, hát gyorsan visszarohanunk, akkor megnézzük, hogy én vagyok-e a vaksi, vagy ténylegesen nem volt náluk, hanem egy másiktól kell beszerezni. Tudj, nem volt nálad, akkor nem, nem én vagyok a vak. A szemét. Hát akkor gondolom lentebb lesz majd valami, amivel be tudjuk robbantani. Na nézzük. Ja, ott már ott is egy csávóka. Jól is jött, hogy magunkkal hoztuk ugye a hídkulcsot, és nála volt egy levitátor. Na, hát ezt ide föl tudjuk nyomni, és akkor így már... Bocs. Bocs, öreg. Hát nem egészen így terveztem.
akkor ezt nem ide. Ezt nem ide, nem így. Nézzük meg, milyen ide lent. Szegények, itt jöttem felszabadítani őket, aztán mindenkit kinyírok. Úgy van, itt nyilvánvalóan egy védelmi mechanizmus jön le. Gyorsan. Ez az. Úgy van, itt is, ott egy ajtó. Na, gyere már. Ez mi? Ja, itt föl lehet menni, gondolom. Valahol. Nem itt. Nem is itt. De akkor hol? Mondjuk itt? Nem. Valahol csak föl lehet itt menni, nem? Vagy ez nem arra van? Ez miért van? Nincs itt semmi. Uh-huh. Érdekes. Hát természetesen most jut eszembe, hogy hát van nekünk egy levitátorunk, hát miért nem nézzük meg? Hogy mi van? Ó, igen, igen, jó sejtettük. Akkor még egy picit arrébb. És ott van a darázs. Na most az a kérdés, hogy megvárjuk, amíg szépen lejön-e a koma, vagy sem. Le tud-e jönni? Nem tud eljönni a képernyőn. Aha, ez csak azért lesz para. Mert ez itt bele fog rombanni az arcomba. Pontosan így. De most mindjárt küld még egyet. Nem, nem küld többet, jó volt. Jó, hát ezt akkor sajnáljuk. Hát itt nincs túl sok hely a kősziklának. Basszus. Na, még egyszer. Oké. Oké, és akkor még egy sorozat, és akkor ennek ennyi is volt. Szuper! Mehetünk föl. Bejebb jövünk. Nehogy aztán itt lelőjön minket, aztán akkor átesünk, hogy kezdhetjük előről a pályát. Jaj, de jó, köszönjük szépen! Itt már nincsen semmi, de föld se lehet menni, úgyhogy itt át megnézzük, hogy itt lehet-e följebb menni, nem lehet? Oké, akkor vissza. Azért nem rohangálunk fejvesztve, mert ki tudja, hogy akkor cseszem el. Úgy van, mehetünk. Mehetünk vissza, és akkor nyomhatjuk a darazsat. A szerkezetbe. És lehet, hogy az, hogy itt ezen a pályánál, vagy valamelyik pályánál ebben az epizódban kell mind a kettőt használni. Igen, és akkor most viszont már használhatjuk a levitátort ott fölfele. Másiképp ugye nem is lehet oda menni. Úgyhogy ez eddig jó volt, ahogy amit csináltunk. Így, és akkor itt is vagyunk. Király! NRLF, itt a e-mail, a következő password. És akkor ez már a második pálya a 4-es epizódból. Kőszörnyecskét kinyírjuk. Szerintem nem is tud ugye átjönni a lézer ajtókon. Úgyhogy meg a liften se tud átjönni, úgyhogy igazából itt biztonságban vagyunk. Na megnézzük, hogy itt mi van. Semmi, viszont itt van egy ágyú. Boing. Aminek véget vetettünk elég gyorsan. Ott egy ajtó volt oda, ez generátorral működik. Uha, jó nagy ez a kastély. Ez az erőd, úgyhogy
Épp lesz, amíg ezt bejárjuk. Oké, ott van egy kapcsoló, ahogy jól látom, úgyhogy azt kéne beaktiválnunk. Hogy ide hívhassuk a liftet. Azaz. És az a kérdés, hogy én át tudok-e ugrani, vagy sem. Szerencsére most kezdett a pálya, úgyhogy meg is döglök, akkor sincsen probléma. Ez az jó. Itt még nincsen semmi, úgyhogy itt már nem kell parázni. Hopp, itt már könnyen át tudunk ugrani. Ruk. Ez a hülye liftes megoldás. Hát figyeljetek, működik, nem? Akkor miért ne használjuk? Kaptunk egy levitátort. Ezt most így dobálják, mint a disznó, úgyhogy nyilvánvalóan fel tudjuk használni több helyre, mondjuk esetleg ide, ide nem. Akkor vissza. Vissza az egész. Oda sem. Viszont... erre mi van? Nézhetjük, hogy... Ja, itt ez a... Itt sem majd gondolom, itt van a lift föntebb, egy szinten följebb. Ha itt viszont ugye van egy kapcsoló kapuhoz, úgyhogy... úgyhogy ez most ki is nyílt. Hoppá! Itt a kedvenc darazsunk. Itt egy csávóka, igyekszünk nem kinyírni. Igen, biztos nem vagyok kiválasztott, itt ez a potion. Köszönjük szépen. Potion-t. Innen tervezem a fölmenetet, hogy nehogy leüssön minket a lila ork. Ja, egyébként igen, most látom csak, hogy annyi a különbség ezek, hogy ők is már ugye robbanótöltetes fegyverrel rendelkeznek. Tehát, hogy egy picit többet sebeznek, mint a korábbi ellenfelek. Pont belefutottam. Hogy ott le kéne jönni igazából, úgyhogy... mert hogy máshogy nem fogunk tudni fölmenni, úgyhogy itt van nekünk a levitátorunk, ezt most föl is használjuk. Illetve hogy is kéne? Nem, én hülye vagyok, bocsánat, annyi, hogy itt fölmegyünk. Nem is kell a levitátor. Itt fölmegyünk, és akkor itt jövünk lefele, ugyanis itt van egy ilyen kis emelvény, és akkor ide hát föl tudjuk használni, felhasználhatjuk a bombán, de igazából egy ilyen szerencsétlen csáp miatt talán nem érdemes. Boing, ennyi volt. Ezt is kinyírjuk. Van nála egy hit kulcs, tökéletes. Eddig jó haladunk. Kellett nekem elszólnom. Hopp, úgy van. Hát megszokhattátok, mert szerintem aki követi a munkásságomat, hogy mindig akkor cseszem el, amikor elbízom magam. De tényleg mindig. Hoppá! Szupi! És akkor mehetünk lefele. Igen. Kicsit elméláztam, és akkor itt föl tudunk használni egy darazsat. Boing, és akkor mehetünk tovább. Ijjaj, pókica. Nem szeretjük a pókicákat. Megyünk följem. Aha, ez eddig egészen jól sült el. Tehát
konkrétan mindenbe belementünk, amikbe csak lehetett volna, még az ágyú belénklő akkor az lett volna a habatortán. Jó, nem baj. Szerencsére van még elixírünk, úgyhogy itt nincs semmi, nem tudunk tovább menni, akkor mehetünk föl. Ezt kicsináljuk. Mármint, hogyha nem cseszem el. Úgy van. Szupi, nála is volt valami, mindjárt megnézzük, hogy mi. Egy firebomb. Megyünk tovább. Hú, kicsit csokitta. Kókica. Jó, akkor megnézzük, hogy erre mi van. Semmi. Hát akkor nagyon más merre nem tudunk menni, csak amarra. Följebb tudunk menni esetleg? Aha, hoppá. Mármint, hogy úgy hoppá, hogy, hogy itt nem tudok följebb menni, de gondolom akkor itt ide kell majd a híd kulcs. Csak megnéztük, hogy mi van ott. Akkor viszont gondolom, akkor lefele kell menni, mert ott megállni fogja valami az utunkat, de mindjárt megnézzük. De nem, hát itt simán mehetünk akár erre is. Ugye van nálunk híd kulcs, úgyhogy ezt kiválasztva nincs probléma. Akkor először megnézzük, hogy mi van itt. Itt egy piros ruhás csávó. Kaptunk tőle egy kulcsot, köszönjük szépen. Aha, és akkor ide kéne a másik. Ide kéne a másik darázs. Akkor erre emlékeztem még korábbról. Boing! És akkor szabaddá vált fönt az út. Úgyhogy akkor mehetünk vissza. Potty. Ezt azért elrakjuk, ugye? Jó szokott jönni. Akkor menjünk lefele. Gondolom ott van a lift a pókokon túl. A nyúlon túl. Aki ismeri az idézetet. Hopp. Jaj, nem így gondoltam. Nagyon jó. Kulcsot kiválasztjuk. És akkor mehetünk is föl. De egy kőszörnyike ugye ő nem jön át a liftre, úgyhogy biztonságban vagyunk. Úgyhogy csak sorozzuk, mint a disznó, és akkor mehetünk. Boing, van is nála egy firebomb, köszönjük. És akkor ide föl tudjuk használni a levitátort, mehetünk tovább. És akkor mondom, itt lesz az ork bácsi, aha. Úgy van. Hát, annyi firebombunk van igazából, hogy most miért ne használjak fel egyet. Igazából simán át tudtuk volna ugrani, hát most nehezen múljon már. Ott is van valami. Itt már nem volt semmi? Rosszul emlékszem? Itt már nincsen semmi, föl se tudunk menni. Hát akkor menjünk tovább. Lefele. És akkor nyomottunk ide még egy firebombot. Azaz. Már nincsen semmi. Nem is kell. Oh. Jaj. Igyekszünk nem leesni. Csúfos véget érnénk. Ezt így hogy? Ugorjak egyet? Hopp. És akkor utána? Aha. Hogy? Jó van. Nincsen semmi. Azaz. Megyünk fölfele. Egyre magasabban vagyunk. Nem sikerült lesből támadnom.
Na. Na, még egy sorozatot. Szupi. Itt is ajtókkal találkozunk. Szépen megvárjuk a... amik kinyílnak. Szupi. És akkor itt egy lift. Na ez hova vezet? A pálya végéhez. Illetve a következő pálya elejéhez. J6BZ. Na, egész jól haladunk. Eddig. Úgyhogy most fogom elcseszni. Jaj, na. Hát akkor menjünk, nézzük, nézzük. Mi vár ránk? Még több. Robbanópók. Nem sokan múlott. Horuk. Nem egészen így terveztem. Úgyhogy... sajnos máshogy nem sikerült. Gyorsan ennek legyen vége, köszönjük. Mehetünk tovább. Hoppá. Mert nem érünk rá itt időzni. Ott van egy kőszörny. Nem éppen a legjobb pozícióban, amit el tudok képzelni. Elég közel van már megint. Ezzel átugorhatnék oda jobb oldalra. Jó, azt hittem, hogy eltalálna, mindegy. Jó van, ez most ebbe belerobbantunk volna. Nem ugrok le. Jó. Akkor remélhetőleg itt egy firebomb lesz. Elég sok itt a... nem, ez egy heat kulcs. Ez is jó. Bala jó lesz valahol, gondolom. Itt följebb már nem tudunk menni. Hogy... elég sok itt a védelmi mechanizmus. Gépágyú. Jól őrzött erőd. Aha. Hát... most vagy bekapunk tőle egyet, vagy pedig sikerül megmenekülnünk. Lehet, hogy megvárnám, amíg... amíg elnéz. Na, a francba inkább gurulunk egyet. Nem, még az se. Jó van. Mindegy, egy életerő ide vagy oda. Úgysem él már tovább. De egy sima kulcs kell majd, előbb megnézzük, hogy itt mi van. Ide kell a hit kulcs, tök életes. És akkor mehetünk itt följebb. Egy szikla. Jaj, jaj. Ja, megvan ez is. Ott is fönt is elég nagy a tumultus. Úgy emlékszem, hogy oda majd csak egy levitátorral fogunk tudni fölmenni. Úgyhogy... hogy valamikor már nem sokára azt is megszerezzük. Hát az, az most már kb. Egyébként... ez csak reflex volt. De a lényeg, hogy megvan a kulcs. Amúgy sem volt jó fej, ismertem a srácot. Bunkó volt. Na. Sietés van tovább. Ezt visszavesszük. Itt ezt nem tudjuk megnézni, mi van odalent, úgyhogy nem kísérletezünk. Itt viszont átugrunk. Azt hiszem ide remélhetőleg... hú, jó van, épp elég volt.
Hát én most akkor fölmegyek, mert szerintem nem küldenének olyan helyre, ahol, ahol csáp van és nincsen firebombunk. Legalábbis addig nem küldenének. Úgyhogy most megnézzük így. Akkor újra. Na, újra itt vagyunk. Kicsit elbénáztam az előbb. De üssek ő. Folytatjuk a történetet. Mehetünk tovább. Kicsit bénábbak most a statjaim, mármint hogy az életerőm. Úgyhogy remélhetőleg hamarosan szerzünk egy elixírt. Hát ez pont nem az. De... igen, erre számítottunk. Van egy darazsunk, úgyhogy megnézzük, hogy akkor ezt hol tudjuk felhasználni. Levitátorunk még mindig nincsen, viszont, úgyhogy valószínűleg lefele kell mennünk. Nagy a valószínűsége, mert máshol már ugye nem tudunk menni. Hopp. És senkinél nem volt firebomb érdekes módon, úgyhogy hogy úgy gondolom, hogy hát itt de most vagy azt akarja, hogy használjuk fel a izét, vagy máshova kell, de én úgy vagyok vele, hogy inkább akkor üssekő, egy életerő bánya, de hát ha tőle kapunk egy elixírt, nem, egy levitátort kapunk, köszönjük, ez is jó egyébként. Aha, szavasz. Óhó, viszont látjátok, ott bal oldalt van egy titkosnak tűnő rész. Igazából annyira nem titkos, hogy itt ha most fölmegyek, akkor hát igazából mind addig titkos, amíg ezt nem látjátok, ezt a képernyőt, ugyanis innentől kezdve itt simán le tudunk menni, itt van egy létra, csak ugye elrejtve, de és itt van nekünk egy bombánk, egy elixír és még egy bomba. Igen, hát hogyha lettem volna annyira bátor, hogy annál ennél a screennél ugye lelógatom magam, hogy illetve leesek, akkor igazából láttattam volna mindent, és még az izét se kellett volna elhasználni. Szóval most én elhasználom az elixírt, mert elég sok energiát vesztettem. Sajna bajna. Ez az, és akkor... vagy most... ja, nem is erre kell menni, hanem a másik irányba. Igen, vissza. Ide. És akkor itt már fel tudjuk használni a levitátort, úgyhogy nem is baj, hogy nem használtuk el a darazsot, mert szerintem az máshova kell. Na, ott fönt van egy kis vendégsereg. Beljebb jövünk a biztonsági kedvéért. Kösz. Igen. Kicsit megnehezíti a dolgunkat ez, hogy így össze-vissza jönnek. Nem baj, legalább a köszönjét kinyírtuk, és őt is. És nála van egy kulcs. Amit, hát most nem is tudom, hogy hova kell használni. Értelemben. Itt föl már nem lehet menni, ha jól látom. Végignézem. Igen, itt már nem. Nincs további útvonal. Illetve hát, de tudom, hogy merre lehet menni, ugyanis ahol voltunk előbb, és a darazsot találtuk, oda kéne használnunk a levitátort. Úgyhogy akkor mehetünk vissza. Hogy ezt nem hagyjuk itt. Föl, megvárjuk a kis pókicát, hogy elhúzzon a francba. Úgy van. Most nem nyírjuk ki magunkat, lehetőleg. Na
Igen, és akkor ide már mehet is a levitátor. Föl. Megvárjuk a kőszörnyikét. Bejebb jövünk egy picikét. Jó. Guruljá, apám. Jó, van, ennyi volt. És ha megnézitek, az a pók az úgy, hogy eléggé eltűnt már megint. Ez azt jelenti, hogy ott szintén lesz egy titkos. Rengeteg titkos van ezen a pályán egyébként. Hoppá, és itt is vagyunk, itt van egy firebomb, egy elixír, és egy bomba. Annyi bombánk van, úgyhogy egyet lehet el is használok. Mármint én erre a pókra szerettem volna, de nem jött össze. Úgyhogy ezt sajnos ezt benéztem. De mindjárt átmegyünk szerintem a másik oldalra, és akkor nem kell ezzel a hülyepókkal. Nem kell erre a pókra figyelni. Csak arra nem megvárni, amíg a... ...izé átjön. Előre jön a... ...orkocska. Úgy van. Na jó, van, ez is megvolt. Jaj. Ott egy kőszörny. Hát az itt már sokan vannak. Azt a liftet azt le kéne hívni valahogy. Na azért megnézzük, hogy itt mi van. Ott egy kapcsoló. Illetve ott van egy generátor. Hogy igazából menjünk erre, nézzük meg, hogy mit tudunk itt csinálni. Ó, ez valahogy így kiesett a látókörömből, hogy itt van egyébként itt egy ork. Nem sokáig. És akkor itt meg tudjuk ölni ezt a kis kőszörnyet is. Lövöm itt a levegőt, sem tudom minek. Jó. És ott van egy kapcsoló. Na hát oda most nem akarunk ugye leesni, az elég magasan van, és ugye a levitátorunkat ott kellett hagyni. Úgy viszont, hogyha egy ilyen magasságból esünk, akkor ugye el tudjuk kapni ott azt a cuccot, a szélét, és akkor innentől kezdve vissza tudjuk hívni. De hogy megyünk vissza, ugye az itt a kérdés. Hát nagyon egyszerű, mert ott van egy másik lift. Hát úgy látszik, hogy nem vagyok túlságosan szerencsés ezekkel a platformokkal, de a lényeg, hogy most már végre tudjuk folytatni ismételten. Nem is tudom már, hogy most mennyivel jobb vagy rosszabb, mindegy, a lényeg az, hogy ott van az a pókica. Szeretnénk elkerülni, úgyhogy most ugrunk egyet, megpróbálunk úgy időzíteni, hogy ez az jó legyen. Szuper. Mehetünk lefele, ki tudtuk kerülni a kis mocskot. És akkor itt van a kulcs lyuk, ahova már rakhatjuk is be a kulcsunkat. Ezzel tart nyitva. Ezt itt megpróbáljuk minél gyorsabban, mondom, gyorsabban kinyírni. Úgy van. És itt lesz egy ajtó, amit mindjárt kinyitunk. Ezzel, aha. Hoppá. Mehetünk ide vissza. És az ott becsukódik máskülönben. No, itt fölfele. És egy ork bácsi. Megnézzük azt, hogy mi van oda fönt. Na, gyerünk már. Gyerünk már. Jaj. Különösen lassú vagyok ma, úgy néz ki. Ez az, ez megvan. És hát ide egy hit kulcs kell, még szerencse, hogy van nekünk egy.
És akkor ide van, itt van az ajtó, de semmi vész. Igen, ezt gyorsan likvidáljuk. Igazából utána már csak a darás kell. Jaj, gyorsan el innen, ez az. Használjuk a darazsat. Ez az, és akkor azzal a generátort kicsináljuk. Úgy van. És akkor ezzel le is tudjuk hívni a liftet. Azért vigyázzunk, hogy nehogy véletlenül kiessünk, és meg is van a harmadik pálya. Itt az utolsó pálya az epizódból, ezután már csak a boss fightunk van, úgyhogy úgy gondolom, hogy akkor ez már a következő rész tartalma legyen, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Tartsatok velem az utolsó Blackthorn epizódban is, és hát legyetek jók addig is, és sziasztok!